Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Szeptemberben először jelentkezünk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Gól nélküli döntetlent játszott Soroksáron a Kisvárda Mastergood. 5 fordulót követően is hibátlan a Nyíregyháza Spartacus. Csengeri edzőtábor után hazai környezetben készülnek az NKS kosarasai. Szombaton rajtol a bajnokság a Teke Szuperligában. Jól kezdte a szezont az újonc Sényői futballcsapat. 3. felkészülési tornáján is 2. lett a kisvárdai kézilabda csapat. Gól nélküli döntetlennel zárta első idegenbeli mérkőzését a Kisvárda Mastergood. Az NB2 újonca Soroksáron szerzett 1 pontot. Úgy érzem, hogy lényegesen jobb együttes vagyunk, mint a Soroksár, ennek ellenére a mérkőzés végén meg kellett elégednünk az 1 ponttal. Köszönhető annak, hogy az első fél időben többet tettünk a győzelem megszerzéséért, mint a hazaiak, és jóval többet kezdeményeztünk. Nagyon nagy helyzetünk talán 2-3 volt, illetve volt egy 11-es, amit elpuskáztunk. Ezeket nem sikerült gólra váltani, a második fél időben pedig a nem a legjobb pályán, elsősorban az üvegetés vett át a főszerepet, és már akkor nem tudtunk az ellenfél fölé kerekedni. Mentünk mi a gólért, próbáltunk cserékkel változtatni, az ellenfél nagyon agresszíven, keményen játszott, belső védőnket könyöklésére kellett cserélni, könyöklés után felszakadt a szemhéja, tehát durván játszottak, ennek ellenére mi sem voltunk az igazok, talán a nagy meleg miatt, illetve a tét miatt is, hogy idegenben megmutassuk, hogy tudunk nyerni. Nagyon szomorúak voltunk, ugyanakkor el kell ismerni, hogy a Sorosára sokat tett a döntetlenért. 5 bajnoki meccsen van túl a csapat plusz 1 kupa mérkőzésen. Úgy alakulnak a dolgok, hogy azt elképzeltétek a bajnokság kezdete előtt? Van egy pici hiányérzetünk. Megmondom őszintén, hogy sokkal többre számítottam. Az első 2 hazai mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy terveztük, ahogy szerettük volna. A csákvárendi mérkőzés ugye nagyon jó kezdődött, 2-0 vezettünk már az első 10 percben. Majd a Buda kiállítás azért meghatározta a mérkőzésnek a kimenetelét, és hát egy, mondhatom, éretlenségből az újoncra jellemző kis hitűségre vezethető talán vissza, vagy ennek köszönhető, hogy nem sikerült megnyerni. És ugyan a Csákvár nincs olyan szintű csapat, mint a miénk, mégis a rutinjának köszönhetően talán megfordította a mérkőzést, és a maga javára el is döntötte. A második mérkőzés, a Gyirmót pedig az egy nagyobb játék előtt képviselő együttes, ugyanakkor nagyon jól fölkészültünk belőlük. 5-6 nagyon nagy helyzetünk volt, több gólra kellett volna nyernünk. Még ez a mérkőzés is azt gondolom, hogy annak a számlájára írható, hogy nem volt megfelelően egységes a csapat. Ugye 18 játékos érkezésével ez nem lehet egyik pillanatra a másikra megvalósítható. Ez viszont, én azt gondolom, egy vállalható vereség, de talán közelebb álltunk a döntetlenhez, illetve a győzelemhez. Azt követő 2 mérkőzésen már azért egyértelműen körvonalazódott az a 10-12 játékos, akire a kezdőcsapatban lehet számítani, hogy, illetve azért még nagyon fontos, hogy itt a fiatal szabály, és azon a 3. mérkőzésen ezt a fiatal szabályt nem alkalmaztunk, mindent alárendeltünk annak érdekében, hogy sikerüljön a Szegedet megverni, és hát egy olyan csapat ment a pályára, amely azt gondolom, hogy az eredmény is mutatja, a 4-0, egyértelműen bizonyította, hogy nem hagy esélyt az ellenfélnek, és egy olyan magabiztos játékkal rukkolt elő, amire lehet alapozni. Az azt követő mérkőzés, ugye a Siófok elleni pedig már ott lehetett érezni, hogy nagyobb a különbség a két csapat közt. A Siófok mégis egy nagyon agresszív, egy zárt védekezést mutató játékkal rukkolt ki, és ugyan gyengébb képességű, mint a mi csapatunk, mégis nehezen sikerült őket feltörnünk, ugye a helyzetet nem nagyon tudtak kialakítani. Ugyanakkor a kapott 0 gól az egyértelműen mutatja, hogy mi is olyan agresszíven és szervezetten védekeztünk, ami szükséges az NB2-ben. És hát azért ez a 2 meccs egy 6-0-val jött le, ami bizalomra adott okot. Az 5 forduló most már megmutatja, hogy körülbelül hol lesz a helyünk. Játszottunk 2 csapattal, középcsapattal, gyengébbnek titulált csapattal. Az megmutatkozik, hogy ebben az osztályban bárki képes bárkit megverni és ki is kapni. Hát ha nincs meg a megfelelő figyelem, koncentráció, akkor nagyon könnyen ott lehetünk a tabella végén, ugyanakkor a képességeink lehetővé teszik, ami talán ugye korábban meg volt határozva a 7.-11. hely, talán ezzel is viheti a társaságot a sorozat végén. Sok jó játékos van a keretben, ami egy vezetőedző számára kellemes gond, viszont akár feszültségforrása is lehet az öltözőben, hiszen mindenki játszani szeretne. Hogyan kezétek eddig ezt a talán nem is létező problémát?
felütötte a fejét ez a probléma valóban már az első két forduló után. Többen elégedetlenkedtek. Ugyanakkor ez egy hosszú sorozat, mindenki megkapja a lehetőséget. Megkapták a lehetőséget a hétközi kupa mérkőzésen, megkapják a hétközben az edzéseken egymás elleni játék során. Ott kell bizonyítani, és aki ott jól teljesít, nyilván bekerül a kezdőcsapatba, mert hát ki az a butedző, aki nem a legjobbat állítja föl. De azért tudomásul kell venni, hogy van egy olyan szabály, amit mi nekünk be kell tartani, mégpedig, hogy három fiatal játékosnak, még a gyengébb is, mint akik a kispadon vannak, vagy még azon túl is, a lelátón, hogy kezdőként pályára kell lépniük, és ez bizony három hét elvon a csapattól. Ezt lassan azt gondolom, hogy megértik. Ugyanakkor a fiatalok is kezdik már most magukat utolérni, kezdik azt a szintet képviselni, amit a rutinosabbak, és hát ezért még pénzt is kapunk. Ugye. Nyilván, hogyha számítjuk azt, hogyha egy fiatallal válunk, vagy három fiatallal, és a győzelemi 3 millió forint adható, azt kapjuk meg, a fiatalok szerepeltetése esetén maximum 1,5 millió vagy 1,6 millió kapunk, akkor azt mondhatja a számtan, hogy a győzelemre kell rámenni, de hát van egy olyan presztízsérték ennek a fiatalnak, illetve egy olyan elvárás velünk szembe. Azért is igazoltunk 9 olyan fiatal játékost, akik tavaly azért a korábbi csapataikban meghatározók voltak, hogy átlassuk őket. Még annak árán is, hogyha esetleg ezért kevesebb pontot szerzünk, mert nem képviselik azt az erőt, mint az rutinos játékosok. Itt már minden mérkőzés komoly statisztikai elemzéseken megy keresztül, amit az automata géprendszer is fölhoz nekünk, és a mérkőzés után 2 nappal már le tudjuk tenni az asztalra, a gyerekek, hát ilyen teljesítmény nyújtottatok a gép szerint. Tehát ez megmutatja, hogy ki alkalmas erre, illetve ki nem. Mire lehet, hogy ez a 2 hetes bajnoki szünet? Arra mindenképpen, hogy azok a játékosok, akik eddig kevesebbet szerepeltek, illetve a felkészülési szezont még nem velünk kezdték, az alatt utolérjék a legjobbjainkat, és akkor még inkább egy erősebb versenyhelyzet üti majd föl a fejét, és azért van olyan játékos a kispadon, aki minőségi javulást tud hozni, mint például a Rajci Peti, illetve a Kulcsán Kornél. Nekik csupán eddig fizikai lemaradásuk volt, ha ők utolérik magukat, akkor én azt gondolom az ő csapatba állításukkal még eredményesebbek tudunk majd lenni. 5 forduló után is hibátlan az NB3-ban a Nyíregyháza Spartakusz. A Spali legutóbb Tiszaújvárosban győzött 4-0-ra. Ez egy olyan meccs volt, ahol mondhatom azt kis túlzással, hogy fél gőzzel nyert a csapat. Minden mérkőzésen meg kell szenvedni az első gólig, utána pedig a csapat pillanatnyi állapotától függ, hogy mennyi a vége. Annak ellenére egy jó meccs volt, nagyon sok nyíregyházi szurkolóval kitűnő körülmények között, tehát egy igazi majális volt, és a csapat simán hozta a kötelezőt. 5 bajnoki meccs, 5 győzelem, 1 kupameccs, 1 győzelem, 6 meccs után már lehet egy kis mérleget vonni. Az eredményeken túl is úgy alakul minden az, ugyanazt a bajnokság előtt elképzelték? Igen, nagyjából most rajzolódnak az erőviszonyok, látni azt, hogy a Cigánynak, az Inzbarciga, a Cegléd az a boly, amelyik ott van mögöttünk vagy körülöttünk. Ezek majd szépen le fognak tisztázódni, azt szeretnénk, hogy a őszi szezon végére pontokba is megmutatkozzon az előnyünk. Az elmúlt héten a nyíregyházi közgyűlés megszavazott egy 30 milliós támogatást plusz egy 35 milliós bajnoki célprémiumot. Mit jelent ez a vezetőség számára azon túl, hogy pénz is áll a házhoz? Igen, pénz is áll a házhoz, ez azért fontos, mert itt az NB3-ban semmilyen más bevételre nem számolhatunk a jegybevételen kívül, tehát Révész Bálint egymaga viszi a csapatot. Ez egy segítség, meg egy nagy gesztus is az önkormányzattól, a közgyűléstől jelezte azt, hogy a csapat mögött áll. Jó eső érzés volt azt látni, hogy a politikai pártok is egyértelműen a csapat mellett tették le a voksot, úgyhogy ez egy bizonyos fajta elismerést ad a csapatnak, a játékosoknak. A közönség is kitart mellettünk, ott van a tulajdonos is, tehát tulajdonképpen a csapaton a sor, hogy ezt a bizalmat meghálálja. Az elmúlt években NB1, NB2 volt az osztály, szerepelt a csapat. Most ugye volt egy átszervezés a magyar labdarúgásban. Most milyen ez a harmadosztály? Most már lehet egy picit erről is mérleget van, hiszen jó néhány csapatot láttak. Úgy gondolom, hogy még teljes mezőnyt nem láttuk, de ketté fog majd szakadni a mezőny. Lesznek olyan csapatok, akik az alsóházba tartoznak, és hát meg kell mondani, hogy amatőr szinten vannak. És lesz egy élboly, aki megcélozza, megpályázza a feljutást. Vannak meccsek, ahol meg kell izzadni nagyon az első gólig, vannak olyan meccsek, amelyeket fél gőzzel
és meg tud nyerni a csapat. Ennek is megvan a maga veszélye, a játékosokat szinten tartani, tűzben tartani, mentálisan ott tartani, hogy majd MB2-re ne üljön le a csapat. Ez egy szép edzői feladat, de eddig veszi az akadályt a szakmai stáb. A Magyar Kupa lehet még az a sorozat, ahol megmutathatja magát a csapat a szélesebb országos közvéleménynek is. A következő ellenfél az MB2-es Vácsa, gondolom ellenük is a továbbjutás a cél. Igen, itt kérte a tulajdonos is, hogy mindent tegyünk meg, azért mutassuk meg magunkat, hogy magasabb szinten is képes a csapat jól teljesíteni. Nyilván a Magyar Kupa egy kicsit szerencse kérdése, mindig sorsolás függő, de én úgy gondolom, hogy a következő Vác elleni mérkőzésen mi vagyunk az esélyesek, és azt itt hol be kell húzni. A hétvégén a Cegléd érkezik, amely 4 győzelem mellett mindössze egy vereséget szenvedett. Megint egy hangulatos, villanyfényes meccset játszik majd a csapat. Ez lehet a eddigi legnehezebb kihívás? Igen, úgy tűnik, a Ceglédnek azért van MB2-es múltja. Vannak jó futbalisták, úgy gondolom, hogy itt is meg kell majd izzadni. A győzelemért, az első gólért, aztán eldől majd ezen a pályán villanyfény mellett ilyen közönséggel mögöttünk. Nem féltem a csapatot. De nem kell azt várni, hogy sétag alap lesz, tehát minden mérkőzésen van egy fordulópont, általában az első gól az, amikor kap a csapat egy impulzust, és akkor utána már tudjuk azt játszani, amit szeretnénk, és most már azért vannak a kispadon is bevethető játékosok, akik hozzá tudnak tenni a mérkőzéshez. Nem vagyunk sokan, de ahhoz elegen, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot. A Csengeri edzőtábort követően hazai környezetben készült tovább a nyíregyházi kosársuli. A határmenti városban 60-an képviselték az NKS-t. Nagyon jó volt, tehát 60 gyerekkel mentünk ki, ugye ebben benne voltak a nagy csapat tagjai, és nagyon éreztük magunkat, ugye nagyon szeretünk Csengerbe járni, mert egy olyan létesítményrendszer van ott, ami szerintem minden igényt kielégít. Ugye egy ilyen háromszögön belül megtaláljuk a csarnokot, az éttermet és a kollégiumot, és egy 150 méterre pedig már ott volt az uszoda is. Egy gyönyörű uszodába mentünk be, ugye a rajtunk kívül nem sok vendég volt akkor éppen, tehát nagyon jól szolgálta a felkészülést ez az időszak. A felnőtt csapat nem játszott meccset, milyen jellegű munkát végeztek a lányok? Természetesen, ugye még mindig az erőléti dolgokat próbáltuk meg a lányokkal elsajátítani, futottak, különböző speciális eszközökkel folytatták az erősítő feladatokat, természetesen azért előkerült már a labda is, próbáltunk egy pár olyan taktikai dolgot gyakorolni, ami a későbbiekben hasznos lehet. A kisebbek azok ugye nagyon sok futómunkát végeztek, őket kivittük még a kinti rekordtámpályára és egy kis futómozgás elvégzésére, mert rengeteg labdás ügyességfejlesztő feladatokat végeztek, és ugyanúgy próbáltak hozzászokni azokat az eszközökhez, amit a későbbiekben használni fogunk, tehát elkezdték a dinepánákat, a létrát használni, ugye ami még az ő korosztályokban lényeges lehet, sőt a sok esetben még a gát is előkerült ugye a szögdeléseknél, tehát szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt. Melyik korosztály képviselői játszottak meccset? A pénteki napon befejeztük ugye az edzéseket, és akkor a serdülő csapattal, tehát a 2000-2001-jel kiutaztunk Nagyváradra, ahol játszottunk 3 mérkőzést, a helyi csapat ellen játszottunk 2 mérkőzést, és a D-sről érkezett egy másik csapat. Az volt ennek az egésznek az érdekessége, hogy hívtak még egy negyedik csapatot Kassáról, de ők nem érkeztek meg, ezért idősebbekkel kellett játszani a csapatnak, ami azt jelenti, hogy volt benne 97-es születésű játékos is, ugye ezek ellen próbálta, ami 2000-2001-es sorunk fölvenni a versenyt, szerintem egészen jól sikerült nekik ez is, mert hogy egy szoros mérkőzésen maradtunk csak arról. Az utolsó mérkőzésünk, az egy kicsikét már látszott a lányokon a fáradtság, tehát ugye, hogy hetek óta kemény edzéseket kaptak, itt a D-s csapatától 4 ponttal kikaptunk, és így a második helyen végeztünk, mert az idősebb korosztálynak az eredménye nem számított bele az eredménybe. Szerintem ez nagyon jól szolgált a lányoknak a felkészülés, hogy örömmel mentünk vissza Nagyváradra, mert egy héten keresztül ott voltunk edzőtáborban, tehát ismerősként üdvözöltünk bennünket a szálláson, az étterembe, és szerintem egy nagyon hangulatos héten voltak túl így a lányok. A felnőtt csapathoz visszatérve korábban arról volt, hogy szeptember elejére már teljes lesz a keret, így van? Igen, tehát én úgy gondolom, hogy most már azok a játékosok, akiknek be kellett érkezni, hogy azok a játékosok, akiknek még nem biztos az, hogy fölvették a főiskolára, vagy sem, azoknak most eldőlt, hogy valóban. Azok a játékosok, akire mi gondoltunk egy kivételével mindenki idejét. A Lizák Kitti ugye Gyöngyösről érkezik hozzánk, az előző 2 évet azt ők Németországban töltöttek kint egy másodosztályú csapatnál kosárlabdázott.
Ugye a Szandi, a Popenko Alexandra az Ukrajnából jött, a korosztályos válogatott is volt. Tehát reméljük, hogy ugye a két lánynak a szerepkör azért meghatározó lesz. Ugye a Sándor Ivett az maradt továbbra is a csapatnál, és a Fekete Dóra, ugye, aki az előző év második felében már kosárlabdázott a mi csapatunkban, szintén felvételt nyert a nyíregyházi főiskolára, tehát ő is ezt az évet már itt nálunk kezdte a felkészülésben és minden más egyében. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy aránylag jó társaságot sikerült összetennünk erre az évre. A kisebbeket elkezdjük szép lassan beépíteni a csapatba, tehát egy nagyon jó alkatú, nagyon jó szerkezetű 2001-es csapatunk van. Bízunk benne, hogy nekik is ez minden szempontból előnyükre fog válni. Mikor játszanak először felkészülési meccset hazai környezetben a lányok? Vasárnap, ezen a héten vasárnap fogunk mérkőzést játszani a Szolnok csapatával. Előtte ugye itt péntek, szombat, vasárnap egy utánpótlás torna van, ahol a 2004-esektől kezdve a serdülőkkel bezárólag minden korosztály képviselteti magát, a különböző helyekről érkeznek csapatok, vannak román csapatok, budapesti csapatok, ugye a környező városokból is jönnek csapatok, de Debrecen, Miskolc, ezekkel próbáljuk meg fölvenni a versenyt, és hogy ennek a záró akkordja lesz az, hogy este a Szolnoki NB1 csapattal fog megmérkőzni a mi csapatunk. Az elmúlt szezonban a rájátszás valamennyi meccsén pályára léptél a nyíregyházi kosárlabda színeiben azzal a céllal, hogy kiderüljön, mennyire érzette jól magad itt, és mennyire elégedettek veled. Itt kezded a következő szezont, ezek szerint mindkét fél részéről tökéletes volt az elégedettség. Igen, szerencsére sikerült beilleszkednem, bár voltak nehézségek. Az előző klubomnál nem volt ennyire komoly a munka, és nagyon nehéz volt beleszoknom ebbe a közegbe, de úgy gondolom, hogy erre a szezonra mind a lányokkal, mind pedig a munkában teljes mértékben sikerült beilleszkednem. Most már nem ismeretlenként kezdted a felkészülést, és vágsz neki majd a bajnokságnak. Milyen teljesítményt vársz a csapattól és magadtól az előttünk álló szezonban? A csapattól mindenféleképpen azt várom, hogy először is bekerüljünk a rájátszásba a felsőházba, és utána pedig szeretnék az első három helyen végezni. Magamtól pedig, hogy minél többet és minél jobb játékommal segítsem a csapatot. Remélem, hogy egyre több ponttal, amit már a szezon végén néhányszor sikerült is elintéznem. Szombaton rajtol a bajnokság a Teke Szuperligában. A nyíregyházi tekézők az elmúlt hétvégén a szlovákiai Sáris kupán tartották a főpróbát. A hagyományokhoz híven a Sáris kupán hangoltatok a hétvégi bajnoki rajta. Hogyan sikerült a csapatnak a szlovákiai fellépés? Nagy várakozással indultunk neki ennek a Sáris kupának, mert mint tudva levő, az előző két Sáris kupát a nyíregyházi csapata nyerte, így egy kis respekttel kezdtük ezt a felkészülési tornát. Sajnos már az elején rögtön tisztázódott, hogy 6 ember helyett 5 emberrel érkezünk, ezért a csapatvezetőnek, Cseszlai Sándornak kellett úgymond beugróként a mélyvízben helytállnia. A csapatunk második helyen végzett, ez felkészülésnek egész jó, személyemben is második helyen végeztem egyéniben. 599 fát értére, ez mennyire biztató így a bajnokság előtt? Ez egy biztató eredmény, a felkészülésemmel úgymond elégedett vagyok, jöttek azok az eredmények, amit a pályán elért edzéseknek megfelelően úgy gondolom, hogy el tudok érni mérkőzéseken is, úgyhogy úgy értékelem a felkészülést, hogy hasznos volt. Milyen bajnokságra számítasz, milyen eredményt válsz a csapattól? Jóval erősebb lesz a bajnokság, mint a tavalyi évben volt. Ez köszönhető annak is, hogy a csapatok megerősödtek, játékos ingadozások voltak ide is, oda is, el is mentek, jöttek is, hozzánk nem érkezett senki, de úgy gondolom, hogy még jobban összeszokottak vagyunk, mint az előző évben, ezért ez lehet a fegyverünk, és arra számítok, hogy egy erős középcsapatként fogunk szerepelni a 2015-ös bajnokságban. Több tucat edzés és jó néhány felkészülési torna után a hétvégén rajtol a bajnokság. Mennyire sikerült elvégezni azt a munkát, amit tervezhetek, mennyire nyugodtan várjátok a rajtot? Nyugodtan nem lehet természetesen várni a rajtot, mert problémák felmerülhetnek. Inkább az volt a probléma a felkészülés során, hogy nem mindenki ért rá edzeni, tehát munkahelyi elfoglaltság miatt, betegség miatt, mint például most a hétvégén Szeggő Levente nem tudott eljönni Nagysárosra betegség miatt, tehát ezek hátráltatják egyes embereknek a felkészülését. De amúgy a tornákon, tehát Marosvásárhelyen, Nagysároson, Szolnokon úgy látom, hogy a csapat jó úton haladt, tehát megfelelő felkészültségben van. Nőtt a Superliga létszáma, változott a lebonyolítási rend is, változtak az erőviszonyok, milyen bajnokságra számítasz?
Én erősebb bajnokságra számítom, mint tavaly, ugyanis az bajnokság első négy helyzetje az egymástól tulajdonképpen erősített, tehát kicsit kiegyenítettebb lesz a mostani mezőny. A hátulja tulajdonképpen, ahol mi magunkat soroljuk, tehát hátsó hadcsapat, ott sincs, tehát előre nem lehet lemondani, hogy melyik csapat lesz abszolút kieső, mert a papírforma az nem mindig jön be. Hová lehet esetleg már most pozícionálni a nyíregyházi csapatot? Én szeretném, hogyha a csapat hatodik hely környékén végezne. Tehát erre az elmúlt bajnokság alapján úgy veszem észre, hogy ezzel a garnitúrával, változatlan garnitúrával, amit a múlt évben játszottunk, ezzel képes lenne a hatodik helyet megcélozni. Tavalyi szezon elején kezdhetek el új pályán gurítani, ha minden igaz, a héten lecserélik a bábukat. Ez mit jelent ebben a sportágban, ahol gyakorlatilag egy otthoni pályán mindenki ismer minden négyzetcentimétert? Nagyon sok mindent jelent. Ezek a bábuk, amik most jelen pillanatban fel vannak téve, ezek már legalább 6-7 évesek. Ugyan vannak cserélve, mert ugye folyamatosan törnek, tehát vannak bizonyos problémák, műszaki problémák. Egy teljesen új garnitúra feltétele után a pálya eredményessége jelentősen javul. Ehhez nekünk is egy picit alkalmazkodni kell. Az a szerencsé, hogy nem az első mérkőzést játszunk itthon, hanem jövő héten fogadjuk a Kaposvárt, tehát van még lehetőségünk 3 edzés, hogy az új bábukat is begyakoroljuk. Te milyen formádon érzed magad, milyen teljesítményt vársz magadtól a szezonban? Mindig jó teljesítményt várok magamtól. A hó erejétől számított, tehát Marosvásár és Szolnok és most a Nagysáros, tulajdonképpen fölfelé ívelő eredmények voltak, most Nagysároson értem előtt 96-ot, és szeretném, hogyha a bajnokság, tehát a nyitófordulóban, hétvégén bajnoki mérkőzésünkön a Békavári pályán egy közeli eredménye szeretnék kirukkolni. Hazai győzelemmel zárult a labdarúgó megyei első osztály harmadik fordulójának rangadója, a Sényő 3-2-re nyert az Ibrány ellen. Én úgy gondolom, hogy bár az eredmény nem ezt tükrözi, egy rendkívül sima mérkőzés volt, sokkal jobbak voltunk, mint az ellenfelünk. 1-0-ás vezetés után rengeteg helyzetet kidolgoztunk, ami sajnos kimaradtak, majd egyenlítettek, utána megint vezetés, szerintem megint egyenlítettek, és a végén a hajrában 85. percben döntöttük el a találkozót, de véleményem szerint, ha jobban odafigyelünk a helyzeteinkre, 3-4 gól is lehetett volna a két csapat között. Újonc csapat a megyei első osztályban, a Sényő, te is új játékosként érkeztél, új a csapat edzője, milyen célokkal vágtatok neki a bajnokságnak? A célkitézésünk az, hogy egy számjegyű helyezést érjünk el, tehát 10-be legyünk. De én úgy gondolom, hogy ennél azért sokkal erősebb gárda jött össze, hogy ebből majd mi sül ki végén, azt meglátjuk. Milyen körülmények között tudtok dolgozni, milyen az edzés látogatottság, hiszen ebben az osztályban talán ez a legfontosabb? Így van, talán ebben van a legnagyobb nehézségünk, hiszen itt már mindenki munka mellett focizik, hogy ki hogy tud edzésre járni, de általában Istennek este 6-tól vannak az edzések, jó minőségű pályán tudunk edzeni, a klub háttere stabil, rendezettek a körülmények, úgyhogy egy számunk nem lehet a panaszra. Igaz, hogy még csak 3 fordulót élt el, de azért egy picit már talán lehet látni, hogy milyenek lesznek az erőviszonyok, milyen bajnokságra lehet számítani. Úgy gondolom, elég kiegyensúlyozott lesz ez a bajnokság. Talán egy-két csapat van, akire azt lehet mondani, hogy kicsit lejjebb van a többitől. De úgy mondom, a végére mi lesz, meglátjuk. Mi mindig csak a következő meccsre koncentrálunk, arra készülünk, jó hangulatba, hál' Istennek. Aztán, hogy a végén hanyarikok leszünk, majd eldől. Akkor beszéljünk a következő meccsről. Hol és ki ellen léptek pályára? A következő mérkőzésen ismét hazai pályán fogunk játszani, Nagy Halász csapatát fogjuk fogadni. Felkészülés során már játszottunk velünk edzőmeccset, akkor azt hiszem 3-4 góllal sikerült őket megverünk, úgyhogy nem lehet más a cél most sem, mint a sima hazai győzelem. Persze hát minden meccs más, így nem lesz azért az egy sétagalop, de remélem, hogy otthon tartjuk a 3 pontot most is. Harmadik felkészülési tornáján is második helyen végzett a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1-ben újonca a jövő hétvégén hazai pályán a Kecskemét ellen kezdi a szezont. Július 27-én egy héten át napi minden nap 2 órás edzéssel ismerkedtünk, szintre hoztuk a játékosokat, akkor még megjelentek próbajátékra játékosok, őket teszteltük. Azt követő héten egy napi 3 foglalkozásos, igen kemény minőség és mennyiségű munkát végeztünk bent lakással. Azt követően áttértünk arra a ciklikusságra, ami majd a mindennapjainkat követi, tehát heti 7 foglalkozás, és a harmadik hét végén elkezdtünk tornázni. Megjelentünk Hajdunánáson egy 6 csapatos NB1-B-s ellenfelekkel tűzdelt tornán. Másodikok lettünk, majd Budapestre vettük az irányt, ott 8 csapat volt, egy más szférába
más csapatokkal. Ott is szintén döntőztünk, és másodikok lettünk, és a elmúlt hétvégén Orosháza irányában szintén játszottunk egy 6 csapatos mi csoportunkba eső ellenfelekkel. Döntőt játszottunk, megint másodikok lettünk. Mennyire bizakodásra okoz a játék a jövőt illetően, hiszen gyakorlatilag egy új csapatot kellett építeni? Én úgy gondolom, hogy a magva a csapatnak el van vetve. Tehát az én olvasatomban a kézilabdázást 3 évre alkotják. Az első év az ilyen nehéz, csikorogva, nyikorogva tanulás folyamata. Én úgy gondolom, ebbe belekezdtünk, tehát olyan technikai, taktikai és kondicionális alapokat kezdtünk el lerakni, ami követhető majd a jövőt illetően. Csinálgatjuk és eladhatók úgy gondolom már a produkcióink. Alkalmanként egész férfias, kemény ritmusú kézilabdát játszunk, nyilván vannak benne hibák is, és hát hogy mikor érik ez be, hát ez idő kérdése, meg hát türelem kérdése. Én úgy gondolom, hogy mind az igazolás, mind a csapat kialakítását, illetve nem fogtunk mellé. A kisfiad egy hosszabb szünet után kerül vissza a kézilabda országos térképére. Milyen volt a fogadtatás ezeken a tornákon? Hát igen, 20 évvel ezelőtt nekem irgalmatlan, kellemes élményeim voltak. Majdnem 2 évig Kisvárdán, még a Csilláron is szurkolók lógtak. Teltházas meccseket játszottunk NB1-be. Utána sajnos egy mély repülés következett. És azt követően nagyon lelkes emberek újra restaurálták a kisvárdai kézilabdát. Nagyon nagy köszönet itt a város vezetőinek, elnökének, polgármesterünknek, hogy ezt meglépték. És tavalyi év folyamán a fiúk talán korábban ugye megnyerték már az NB2-t. Tavaly a lányok értek abba az egyenesbe, hogy a második helyen, de NB1-be is jogot kaptunk. Van óhaj, van kívánság, vannak célok. Ennek érdekében példaértékű az az összefogás, ami ott most bekövetkezett. Nem akarok más mondani, olyan infrastruktúrális környezetben dolgozunk, hogy jó néhány élklub megirigyelné. Most már szerencsére zavar bennünket a zsúfoltság, mert közel 300 gyerekünk utánpótlás korosztályokban van, de egy lelkes, odaadó szakmai stáb mellett egy olyan regeneráló központ is épült a futballistáknak a tövébe, ami Magyarországon alig van. Én pár évvel ezelőtt még a szakedzőn csak olvastam ezekről az eljárásokról, és ezeket is fogjuk, és már is használjuk. Tehát úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy minőségi munka folyjon. Említsünk meg néhány nevet, másért nem, hogy ismerkedjenek előre is vele a szurkolók. Kik lehetnek ennek a csapatnak a húzó emberei? Ennek a csapatnak most első és legfontosabb húzó ember a csapat lesz. Tehát itt csapatot kell kovácsolni, nem titok, hogy 5 nációból. Mi azt a metódust követtük, hogy nem a Budapest és a Győr lepattanó és lemaradozó játékosait szedjük össze, hanem a határadta közelségek révén lesznek szlovák játékosaink, van Ukrajnából játékosunk, van szlovén, román, még nem zártuk le tökéletesen a keretet, és nyilván magyar játékosok, helybéli játékosok, és azok közül is fiatalok, idősek egyaránt. Én úgy gondolom, hogy nem kívánok senkit kiemelni, ezt mindig hangoztattam, hogy nálam a sztár a csapat. Emellett nyilván örülünk annak, hogyha egy-két játékosnak sztár értékű teljesítménye születik egy-két meccsen, az nagyon jót jelent. Szerintem érdemes lesz odafigyelni erre a csapatra, komoly jövő áll előtte. Ennyi fért a mai sportszeretbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.